Legutóbb március 5-én Debrecenben játszott a kisvárdai csapat, majd a soron következő Moson-Magyaróvári találkozó elmaradt, aztán jött a válogatott olimpiai selejtezője miatti bajnoki szünet. Ezt kihasználva némi pihenőt adott a játékosoknak Bakó Botond vezetőedző, majd elkezdődött a közös munka. Edzőmeccset nem tudott játszani a Várda, a helyi NB2-es férfi csapat segítette közös edzésekkel és játékkal a felkészülést. A hosszú szünetet követően a szakvezető is kíváncsi arra, hogy milyen teljesítményre lesz képes csapata a fővárosban. A legfontosabb az az lesz, hogy a mérkőzésen belüli hullámzásokat hogyan tudjuk átvészelni, hiszen ilyen nagy szünet után gyakorlatilag majdnem mondhatom, hogy lehetetlen, hogy ugyanazon a szinten végigjátssza egy csapat a mérkőzést. Az lesz sorsdöntő, hogy melyik csapatjátékában lesz kevesebb hullámzás, illetve mindezek mellett nyilván az, hogy azért az MTK-nak azt a két-három kulcsjátékosát, akik el szokták dönteni a mérkőzéseket, hogyan tudjuk majd megoldani. A Kisvárda 12 ponttal a 8. a tabellán, az MTK Budapest egy meccsel kevesebbet játszva 21 ponttal a 7. helyet foglalja el. A papírforma a hazaiak mellett szól, de a Kisvárda többszoros meccset játszott már ebben a szezonban nála magasabban rangsorolt csapatokkal. A bajnokság élvonalához tartozó csapatokkal szemben egy gólos vereségeket szenvedtünk a Moson-Magyaróvár ellen, az MTK ellen, illetve Debrecenben is 56-57 percig ott voltunk, egy-két gólon és egy nagyon szoros mérkőzést játszottunk. Ezek mellett még van két egygólos meccsünk, tehát hogyha ezt a négy mérkőzést nézem, akkor nagyon-nagyon pici lépés választ el ahhoz, hogy oda kerüljünk az élvonalhoz, ami jó. A másik oldal viszont az, hogy egyelőre még sajnos úgy tűnik, hogy nem tudtuk megtenni azt a lépést, hogy ezt a pici apró gátat, vonalat átlépjük. Ezért dolgozunk és bízunk benne, hogy most ebben az áprilisi szakaszban valami átszakad és megoldjuk ezeket a kérdéseket. A folytatást illetően annyi biztos, hogy jövő szerdán a Vácot fogadja a Kisvárda, majd 11-én vasárnap Érden játszik a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutásért Bakó Botond együttese. A bajnokságból hátralévő meccsek időpontjait még nem írta ki a szövetség.